Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Vendégünk Németh Zoltán, a Hídgyülekezete járványügyi munkacsoportjának szóvivője, akivel a gyülekezet újabb nyitási fázisáról fogunk beszélgetni. Szia Zoli, köszöntünk a műsorban. Szervusz Tamás, mindenkit szeretettel köszöntök. Nagyjából több mint egy hónapja már a Hídparkban Budapesten is van jelenléti istentisztelet. Egyelőre ugye korlátozott létszámban 200 fő gyűlhetett össze. Most hétvégén, május 22-én szombaton azonban újabb lazítások jönnek. Ezeknek a részleteiről mesélj nekünk, légy szíves. Igen, hát 200 fővel kezdődött el a gyülekezet nyitása, és ezt a 200 főt, ezt aztán el is érte a gyülekezet. Ugye az elején még az első alkalmakkor még azért nem történt meg ez a 200 fő, de aztán most meg már látjuk, hogy betöltöttük a létszámot, és közben Sándor is ugye elkezdett szolgálni, nagy örömünkre, szerdán már láthattuk, hallhattuk, és szerintem, ahogy valaki lépésre lépésre követi az összejöveteleket, egyre inkább a régi istentiszteletekre hasonlító módon működik a gyülekezet, és bízom benne, hogy ez a folytatás kedvező körülmények lesznek, akkor tovább mehet ez. 500 fővel folytatódik a gyülekezet, a nyitás itt Budapesten, de hangsúlyozom, hogy ez most nem mindenhol érvényes, hanem Budapesten, speciálisan a budapesti csarnok alkalmas arra, hogy megnyitjuk a lelátókat is, és így ez 500 főt megfelelő módon a védettségnek a általunk kialakított szabályaival be tudjuk tölteni. Beszéljünk akkor egy kicsit a részletekről. Jelenleg ugye még mindig az a szabály van érvényben, hogy azok regisztrálhatnak, akik már megkapták a második oltást is, és az második oltás után eltelt 2 hét. Sokan kérdezik, hogy meddig lesz ez így, a mostani lazításoknál még így van, ha jól tudom, ugye? Így van, ezeken nem változtattunk, továbbra is ezek a lépések vannak, valóban ezt tartjuk most még mindig a legbölcsebb és legóvatosabb és biztonságosabb módszernek, hogyha valaki beoltotta, kétszer is eltelt 2 hét, és ő maszkban jön, megfelelő védőtávolság, amit most 2-3 méterre határoztunk meg, ez még mindig bőven egy olyan védőtávolság és olyan biztonsági lépések, ami garantálják azt, hogy nyugodtan összejöhetünk, és nem tereli el a figyelmünket az, hogy most akkor ki milyen állapotban vagy milyen védettségben van. Igazolták ezt már többszörösen mindenféle vizsgálatokkal, hogy ez így teljes mértékben biztonságos. Kérjük továbbra is a türelmét azoknak, akik még nem férnek bele ebbe a körbe. Egyelőre csak 500 fő tud jönni, de ahogy történtek ezek a felmérések, ugye a második felmérésen is túl vagyunk már, a gyülekezeti átoltottságot vizsgáltuk, hogy ki hogyan vette fel az oltást, azt látjuk, hogy egyre többen vannak, akik alkalmasak arra, hogy el tudjanak jönni az összejövetelre, és nagy öröm volt számunkra látni az adatokat, talán azt elárulhatjuk, hogy aki regisztrált és elkezdte az oltást, az 95%-a a gyülekezeti tagoknak, és ez egy nagyszerű arány. Sőt, én úgy szerintem, hogy inkább 96 felé közel. És inkább, igen, 96, gyakorlatilag egy nagyon kevés százalék van, akik azt írták, hogy vagy még nem regisztráltak, vagy bizonyos okokból lehet, hogy még nem tették meg, mert olyan az egészségügyi állapotuk, de azt is tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk, ha valaki még bizonytalan, vagy hát még ellenérzései vannak. De viszont ez a 96% egyúttal azt is jelenti, hogy a nyájimmunitás az legalábbis az elméletben megvan a gyülekezetben, nem? Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Ebben is kérjük mindenkinek a türelmét, hogy ezt figyeljük, végig gondoljuk, lássuk. Ugye nagyon fontos azért a nyájimmunitást országos, nemzeti szinten vagy regionális szinten nézni, azért ez erre van elsősorban kitalálva. De amit felvetsz, valóban érdekes, hogy egy gyülekezeti tagokból álló rendezvény
ahol mondjuk több mint 80%-a az embereknek védett, akkor azt mennyire tekinthetjük úgymond nyári mondásnak azt az összejövetelt. Én szerintem a következő hetek választ fognak adni, nem feltétlenül a mi összejövetelünkön, hanem az országunkban, vagy az egész világon a következő időszak eseményei, rendezvények, mindenféle más világi rendezvények, és szerintem ezek mind-mind választ fognak, ezáltal választ fogunk kapni. Ezek aztán biztos vagyok benne, hogyha ezek kedvező válaszok van erre, akkor fel fognak bátorítani bennünket, hogy egy pont után már lehetséges, hogy ezekre nem lesz szükség ilyen intézkedések, vagy ilyen dolgoknak a figyelésére. Azt nem garantálom, még azért ez egy átmeneti év, még sok mindent nem tudunk, mennyi ideig tart a védőoltás, melyik védőoltás, mennyire véd, tehát azt még nem garantálom, hogy teljesen visszatér abban a normális COVID előtti időszakba a gyülekezet, de nem is tudom teljesen kizárni. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a nyár. A legjobbat reméljük. Egyébként azt, hogy látod, az elmúlt másfél hónapban már voltak ugye jelenléti istentiszteletek Budapesten is hetente kétszer. Érkezett-e bármilyen visszajelzés, akár tömeges megfertőződésről, akár megfertőződésről, akár bármilyen olyan információval kapcsolatban, ami miatt bárkinek aggódnia kellene? Jók a visszajelzések, nem hallottunk semmilyen problémát, nem is vártunk, hiszen azért ennyire már megismertük a vírust, meg a védőoltásoknak a működését, hogy ez bátran bevállalható volt. Az viszont igazolódott egy-két esetben, amit hangsúlyoztunk már a védőoltások legelejétől fogva, ahogy elkezdődtek a védőoltások, hogy nem feltétlenül tudja megakadályozni a megbetegedést vagy a terjesztést. Előfordulhat, hogy ha két oltást meg is kapott valaki, és védett, mégis megkaphatja a fertőzést. Ezt már hallottuk így egymás között is, hogy volt néhány gyülekezeti tag, nem a, ezt hangsúlyozom, hogy nem az összejöveteleken, hanem attól függetlenül mégis a két oltás felvétele után mégis megfertőződtek. Viszont ha jól hallom, én is hallottam néhány ilyet, igen? Hogy jóval könnyebb tünetekkel folyt le a betegség. Észre sem vették szinte, hogy ez a koronavírus, csupán ilyen megfázásszerű tüneteket produkáltak, például azok, akiket én ismerek. Én is így tudok, akikről tudok, azok enyhe megbetegedést kaptak, és ez nagyon jó hír, és ezt vártuk a védőoltástól, tehát mindig is hangsúlyoztuk, hogy nem fogja elpusztítani, hogy megszüntetni a koronavírus, de a járványt egy ilyen enyhe állapotra tudja nyomni, ami azért kedvező, mert egy pont után már valószínűleg nem kell, ha tényleg jól működnek a védőoltások, ha tényleg nem lesznek olyan variánsok, amik kikerülik ezt a védettséget, ugye ebben is bizonytalanok vagyunk, bizonytalanság van azért az indiai mutánssal kapcsolatban is, hogy az mit okoz, mennyire, tehát ezért is kell most ez a kellő óvatosság, de ha megvan ez a védettség, akkor az 500 fő is bevállalható. Mi ezt mérlegeltük, és azt látjuk, hogy a gyülekezeti csarnoknak az légtere, működése, az elhelyezkedése az embereknek bőven megadja azt a lehetőséget. Most ezekkel a szabályokkal, hogy 500 fő leszünk. Sokan kérdezik, hogy miért csak azok jöhetnek istentiszteletre, akik már megkapták a két oltást, és lejárt a 14 nap, és azon gondolkodtam, hogy nyilván az, hogy létszámkorlát van, meg az, hogy egy helyre hányan férnek be, azért az nem csak a hídgyülekezetén múlik, hanem az állami szabályokon is, hiszen ránk az egyházi rendezvényeken túl talán a tömegrendezvényekre vonatkozó szabályok is vonatkoznak, és nyilván ilyenkor meg talán azokat érdemes az első körben beengedni az istentiszteletre, akik elméletileg a legvédettebbek. Egyetértek, és azért, hogy egészen pontosan megnyugtassunk mindenkit ezzel az 500 fővel is, hogy nehogy aztán megjegyen valaki, hogy fú, mekkora számról van szó, tehát amit mondtál te is, az egyházi rendezvényekkel kapcsolatban nincsenek ilyen kitételek, amit ma hallhattunk miniszterelnök úrtól, hogy 5 millió beoltottól, a táncos zenés rendezvények talán ehhez lehetne leginkább hasonlítani a mi rendezvényünket, főleg, hogyha táncra perdülünk, vagy éneklünk, és élő zene is van, élő dicséret is van, akkor ott ugye a szabályok 200 főig vannak meghúzva, de ne felejtsük el, hogy ezt
a védettségi kártya igazolásával hozták meg, sokkal kevésbé biztosítja a védettséget, csupán ha védettségi kártyát használnánk. Mi ezt nem alkalmazzuk egyelőre, mert a védettségi kártyát hallottuk több embertől is, hogy olyanok is megkapták, akik nem is kapták el a betegséget, vagy nem is lettek beoltva, tehát vannak valamilyen adminisztrációs hibák is, és azok is természetesen megkapták, akik átestek a koronavírus fertőzésen, és az ővelük való kapcsolatos védettség az még sokkal bizonytalanabb, mint az oltás. Ezért is mondjuk azt, hogy mindenki vegye fel az oltást. 3 hónap, de most már 2 hónap múlva is, ha valaki megkapta a fertőzést, már felvehet és elfogadhatja az oltást. Érdemes minél előbb beoltatni magunkat, és védettek legyünk. Tehát az 500 fő visszatérve, az bevállalható. Még egyszer hangsúlyozom, a gyülekezeti csarnok, a dupla védettség, a maszkviselés, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, és a kellő védőtávolság is biztosítva van. Elképzelhetőnek tartod, hogyha a járványügyi adatok továbbra is javulni fognak, akkor mondjuk azoknak, akik nemrég estek át a koronavíruson, és így értelemszerűen még nem juthatnak oltáshoz, de akkor elképzelhető, hogy még a nyár végéig akár már ők is tudnak istentiszteletre jönni? Most hagyd ne ígérjek semmit, mert nem tudjuk még, hogy mit hoz az időszak, ez az időszak, de azért azt szerintem ebből a 200-ból, 500-ból, a úrásból is kikövetkeztethetjük, mi is a következtetünk, és mi is lépésről lépésre követjük le a dolgokat, hogy nem állna meg itt a gyülekezet, és ugye az lenne a cél, hogy minél többen összejöhessünk, és nyilván ehhez a meglévő korlátozásokat vagy szabályokat kell hát oldani vagy lazítani, mert 500-nál többen már ezzel a 2-3 méteres védőtávolság tartásával 500-nál több embert már nem nagyon tudna elbírni azért a gyülekezeti csarnok, vagy a védőtávolságot kell ilyen módon csökkenteni, vagy további lazításokat megadni, hogy minél többen eljöhessenek. Én szerintem ez irányba haladunk, szerintem ezt már a legelejétől fogva mondtuk, hogy ez egy fokozatos nyitás, így is van meghirdetve, és bízunk benne, hogy a kedvező járványügyi helyzet is lehetőséget ad rá. Ha ez nem így van, akkor természetesen meg kell állni egy bizonyos fokozaton, vagy vissza kell lépni, ha nagyon rossz helyzet alakulna ki. Sajnos bármelyik lehet, még nem tudunk mindent teljesen biztosan ígérni, de azért jót várunk. A mostani nyitással párhuzamosan lesznek-e változtatások, akár az istentisztelet rendjét illetően, akár mondjuk a belépésre és az ott tartózkodásra vonatkozó szabályokat illetően? Van némi változás, mert ugye most már több hétig egyfajta módszert alkalmaztunk, illetve alkalmazott a gyülekezet a beléptetésre. Most egy pici változtatás van, akkor ezt gyorsan foglaljuk össze. 17.30-tól már megnyílik a gyülekezet, tehát be lehet jönni. A Gergely utca felől kérjük megközelíteni, akik gépkocsival érkeznek, és mind a Gergely utca felől, mind a Gyömrői út felől gyalogosan beengedik a gyalogosan érkezőket megfelelő kapukon. Már megnyílnak a főbejárat környéki parkolók, ez már új, és ez most egy nagyon fontos dolog, a főbejáraton van mostantól, tehát szombattól, a főbejárattól indul a nyitás. Ez azt jelenti, hogy ez az egy bejárat fog rendelkezésre állni? Igen, kizárólag VIP vagy szükséges, fontos emberek jöhetnek be ezentúl a menora oldaláról, illetve a gyülekezeti csarnoknak az alkalmazottai használhatják, és a főbejárat lesz megnyitva, kapusok is lesznek, beengedő szolgálat, hostess szolgálat is elindul, és továbbra is az egészségügyi szolgálat fogja ellenőrizni a beléptetés, a regisztráció meglétét, illetve a védőoltások és a 2 hétnek az igazolását. Tehát mindenkit kérjük, hogy a személyigazolványát is, és az igazoló papírt is, az oltásra szóló igazoló papírt is készítse elő, hogy minden gyorsabban tudjunk haladni, és be tudjuk engedni azokat, akik érkeznek. Tehát hangsúlyozom, a főbejáraton keresztül van a belépés. A különböző
távolságtartási szabályok hogy alakulnak. Kérdezem ezt azért is, mert a küzdőtére nyilván meg lehetett oldani, hogy annyi széket raknak le, és olyan távolságban az ültetők, ahova le lehet ülni, de hát a lelátónál gondolom nem szedik fel azokat a székeket, ahova nem lehet ülni. Igen, nem is lehet felszedni ezeket, mert ezek fixek. Úgy számoltuk, hogy körülbelül 300-an, az 500-ból 300-an fognak tudni elhelyezkedni a küzdőtéren, és bele is fogalmaztuk most az értesítőbe, és kérjük, hogy az egyháztartásban jövők törekedjenek arra, hogy a küzdőtére helyezkedjenek el. Egyébként a feltöltése a gyülekezetnek és a küzdőtértől indul, tehát érdemes minél hamarabb, tehát 17.30 körül már megérkezni, azért is, mert már lehetséges, hogy 18.30-kor elkezdődik az összejövetel. Ez egy fontos információ. Így van, tehát 18.30-kor lehetséges, hogy már imával és dicsérettel elindul, és valami hasonló módon indul el, de ezt még nem tudjuk pontosan, ez is kialakulóban. Akkor hányra kell érkezni? Tehát 17.30 és 18 között javasoljuk. Tehát akkor 17.30-kor már elindul a beengedés. Már indul a beengedés, és minél hamarabb jön valaki, annál nagyobb eséllyel fog tudni a küzdőtéren elhelyezkedni. Akkor én később megyek, mert én úgy szeretek a lelátón ülni. És ahogyan betelik ez a 300 fős küzdőtér, akkor a lelátók is megnyílnak. Először a színpaddal szembeni lelátó részek, és aztán úgy haladunk, ahogyan érkeznek a testvérek egyébként. Ránéztem most péntek délután a regisztrációra, és már nem lehet regisztrálni. Komolyan? Hát betelt az 500? Én már nem tudnék regisztrálni. Azt van, a mindenit én is látom. Volna. Tényleg. De durva. Pedig azért az elmúlt hetekben még azt láttuk, hogy így talán pont meglett a 200, vagy még egy-két üres szék volt is mondjuk szerdán is. Ezek szerint akkor most megint van egy ilyen hullám, nem? Amikor még többen váltak jogosultá a belépésre. Nyilván most már mindenki látta és tudta, látta, hogy Sándor szolgál. Az biztos, hogy egy nagyon fontos hívójel. Az élő dicséret is talán. Az élő dicséret is nagyon szimpatikus és nagyon jó volt, tényleg el tudjuk mondani szerdai összejövetelről, és hát úrvacsorai közösségre is sor kerül. Még mielőtt az úrvacsorára rátérünk, meg gondolom lesz kérdésed ezzel kapcsolatban is, és mondjuk el itt is a szabályokat. Még egy dolgot szeretnénk nagyon kérni, hogy aki regisztrált, nagyon kérjük, hogy jöjjön el. Mert azt tapasztaltuk, hogy azért van egy százalék, hát olyan 15-20%, az azért elég nagy, és 500 főnél az már azért 50 fő, az a 10%. Ezért ne vegyük azoktól a helyet, akik viszont tényleg jönnének. Így van, tehát most még nincs kialakítva a regisztrációnál olyan, hogy valaki lemondhassa esetleg, és akkor valaki beléphet helyébe, hanem azok kimaradnak, azok a helyek. Tehát nagyon kérünk mindenkit, hogy azzal a felelősség teljes módon, ha regisztrált, ugye ez már múlt idő, akkor feltétlenül oldja meg, és jöjjön el az alkalomra, megéri eljönni, nagyszerű összejövetel lesz. Viszont akkor most használunk ki az alkalmat, és a Hit Rádió kedves hallgatóinak adok egy tippet, hogy ugye a regisztráció az a szombati istentiszteletre csütörtökönként 18 órakor indul, a szerdai istentiszteletre pedig hétfőnként 18 órakor, szóval érdemes beállítani emlékeztetőt, és akkor rámenni a regisztrációbp.hit.hu-ra, ugyanis a regisztráció az érkezési sorrendben történik, tehát nincs ebben semmifajta protekció vagy egyebek, érkezési sorrend van, tehát hogyha azonnal regisztráltok, amikor megnyílik a regisztrációs lehetőség, akkor talán jóval nagyobb esélyetek van. Nekem a feleségem beállított ilyen emlékeztetőt, és mindig szokott szólni, hogy most kell regisztrálni, úgyhogy ez egy jó tipp lehet talán mindenkinek. Nagyszerű, köszönjük az ötletet. Na, beszéljünk az úrvacsoráról. Én sok mindent láttam már életemben, de távolságtartásos úrvacsorát még nem. Azt hogy kell csinálni? Igen, és maszkkal történő úrvacsora, ez a másik dolog, ami rögtön felvetődhet. Hát szerintem mindenki fogja látni majd, hogy hogyan működik, de azért mondjuk el, azért mindenképpen azok miatt, az 500 résztvevő miatt, akik oda eljöttök, hogy itt most nagyon tényleg speciális lesz, és hát arra készülünk, hogy amit most fogunk látni, az most huzamosabb ideig így fog történni. Minden egyes, kezdjük a borral, a pohárral. Minden egyes gyülekezeti tag kap egy kis, ilyen kis pici műanyag poharacskát, ami előre föl van töltve egy pici borral, és ezt tálcán fogjuk végigvinni a gyülekezeti tagoknál, de senkinek nem kell elmozdulnia, ugye ez
az eddigi úracsoráknál is így volt, hanem mindenki helyben marad, és oda visszük hozzá tárcákkal a bort, elveszi a kis poharat, ezek eldobható műanyag kis poharak, és az a kérésünk, hogy utána ne rakják vissza tárcára, ne keressék, hanem rakják félre, zsebükbe össze lehet nyomni, és utána a szelektív gyűjtőben ki tudják dobni a folyosón a kifelé menet, majd az összejövetel végén. A másik a pászka, a pászkák pedig hát félbe vagy harmadba vagy negyedbe lesznek törve, egy akkora adagot fog mindenki kapni, amennyi saját elfogyasztásra való, és szintén tárcával lesz végighordva, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy senki ne nyúljon a tárcához, és ne vegye le el a tárcáról, hanem aki a tárcát viszi, ő fogja levenni, ő gumikesztyűben lesz. Azt jutott egyszerűen, hogy a tárca olyan tabu, mint a frigyláda. Igen, akár így is fölfoghatjuk, hogy senki ne érjen hozzá, az a kérésünk, mert óhatatlanul előfordulhat, hogy félrenyúl, hozzáérhet más részekhez, és szeretnénk ebben a leghigiénikusabban eljárni, legóvatosabban eljárni, és ha lehetséges, mindenkit kérünk még, hogy az úrvacsora előtt saját maga hozzanak ilyen kis gél, készfertőtlenítőt, ugye lehet kapni ilyen kis picike kis géleket, amik kis ritikülben, táskában elférnek, és azzal is még azért biztosan fertőtlenítse le mindenki a kezét. Így garantáljuk azt, hogy úgy fogunk érintkezni az úrvacsorával, pászkával és a borral, hogy az csak és kizárólag áldást fog hordozni és vinni számunkra. Gondoskodnak a felszolgálók és az előkészítők is, hogy mindezt a leghigiénikusabban készítsék elő és vigyék végig. Én bízom benne, hogy ez menni fog. Kérjük a fegyelmezettséget, ha valaki menet közben valami kérdése van, nyugodtan tegye fel a kérdést a tárcán hordozók számára is. Tehát bízom benne, hogy ez menni fog, és így biztonságosan tudjuk megoldani az úrvacsorát. Ugye van az úrvacsorának az a része, amikor mindenki oda megy a másikhoz, jó kívánságokat mond neki, és törnek egymás pászkájából, ez gondolom most nem így lesz. Igen, nagyon, nagyon fontos, nagyon kérünk mindenkit, hogy most ne törjük meg egymással a pászkát. Tudjuk, hogy megtöretett kenyeret illik fogyasztani úrvacsorakor, ezért is lesz előre megtörve a kenyér. Tehát vegyük úgy, hogy ez megtörtént a hittel és kenet alatt áldással megtörve, és mi már a feladatunk az, hogy ezt a megtört kenyeret elfogyasztjuk. Természetesen az egyháztartásban lévők, akik házaspárok vagy így érkeznek, ők egymással megoszthatják. Ó, ez természetesen. Természetesen gyakorolhatod te is a kedves feleségeddel, és mindenki más, akinek megadatik, hogy így házastársként, vagy egyháztartásból jöhet. Tehát akik külön vannak, azok pedig üdvözölhetjük egymást, integethetünk egymásnak. Természetesen a kezünket kinyújthatjuk egymás felé, de kérünk mindenkit, hogy közösen így ne törjük meg egymással a kenyeret. Több kérdés is érkezett egyébként hozzánk a jövővel kapcsolatban, méghozzá elsősorban a legtöbb kérdés a gyermekvigyázók üzemelésére, illetve arra irányultak, hogy a még nem tinédzser, de fiatal tinédzserkorú gyermekeknek a részvétele az Isten tiszteleten az valaha engedélyezett lesz. Ezzel kapcsolatban hogy látod a helyzetet? Az a válaszom erre, hogy egyelőre ezek nincsenek engedélyezve, de ez szerintem teljesen érthető. A nyitásnak ebben a fokozatában sem a büfé nem fog üzemelni, sem... Akkor még most sem lesz rántott húsos szendvics. Még mindig nem lesznek rántott húsos szendvicsek, mindenki hozzon magával, és kint el tudja fogyasztani, hogyha erre feltétlenül szüksége van, tehát az udvaron, külső területeken, illetve itulautomaták azok nyitva vannak. A mosdók továbbra is csak a fő bejárathoz közeli mosdók fognak üzemelni, ott is igyekeztünk a védőtávolságot is megtartani. És azért mondom, hogy egyelőre visszatérve az ifjúkra és a fiatalokra, hogy részint ugye tágul az oltási kör, most már pedzegetik, hogy talán jövő héten az Európa Unió engedélyezi a 12-től 15 éves kort is, és ez könnyen lehet, hogy egy-két héten belül már a Magyarország is engedélyezni fogja, tehát lehet, hogy június már erről is fog szólni, ez egy további kört nyit meg,
Most ugye hallottuk a héten, hogy ettől nem zárkózik el a kormány, tehát nyitott erre. De akkor javasolt személyes... például a fiataloknak, hogy igen, regisztráljanak, feltétlen. Hogy oltassák be magukat. Már most a 16 és 18 évesek már megtehetik, illetve hogyha ez adódik, még most nem, de már nagyon készülnek erre. A tudomásom szerint a Pfizer oltást már beadták Amerikában, már megtörtént az engedélyezés, és most várható, hogy Európában is megtörténik. Szerintem lesz, már jelezték több ország, de azt hiszem Németország például, hogy feltétlenül szeretné beoltatni a 12 év fölöttieket, a 12 és 15 éveseket is. Tehát ez is halad előre, és egy fokozatos nyitás, egy fokozatos figyelem zajlik, tehát nem zárom ki egyáltalán, hogy akár a nyár folyamán már valamilyen formában működhet fiatalokat vagy gyerekeket foglalkoztató részleg, de nem is tudok semmit ígérni. Tehát az a mondatot, hogy valaha lesz-e, ez szerintem... Valaha biztos. Csak... Ez a legpesszimistább hozzáállás szerintem. Előbb-utóbb, inkább mondjuk így, előbb-utóbb majdnem minden a teljes normalitáshoz vissza tud térni. Biztos vagyok benne. Jött egy ilyen hallgatói kérdés, hogy addig, amíg a jelenléti istentiszteletek nem lesznek 100%-osak, addig végig lesznek közvetítések? Hát én szerintem, hogyha valaki követte, még a Covid előtti időszakban is folyamatosan voltak, illetve a Vidám Vasárnap ugye nagyon sokszor élőben közvetítve volt, én biztos vagyok benne, hogy a gyülekezet erre gondoskodik és biztosítja ezt, ahogyan minden más rendezvényt is nagyon sok helyen biztosítanak ingyenesen, hogy elérhető legyen. Természetesen az a célja a gyülekezetnek, hogy senki nem maradjon ki az áldásból, Istennek a munkájából, és tudja követni az igét, a tanításokat. Egy szellemmel itattattunk meg, és ahogy mondja a Biblia, hogy részrehajlás nélkül, személyválogatás nélkül mindenkinek akarja az Úr adni az ő igéjét, és ezt természetesen ezt biztosítani kell mindenképp egy gyülekezetnek, és ezt teszi a gyülekezet is. Hát akkor továbbra is buzdítjuk a hallgatókat, hogy ha tehetik, akkor oltassák be magukat. Ha már megkapták az oltást, akkor regisztráljanak az istentiszteletre. Találkozzunk minél többen egymással. Kedves Zoli, neked pedig nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat. Én is köszönöm, mindenkinek áldott hétvégét kívánok.